Vonat halad át a Tokaji Vasúti hídon. Ezzel a látvánnyal nem találkozhattak a borsodi város lakói az elmúlt hónapokban. A Miskolc-Szerencs-Nyíregyháza vasútvonal Mezőzombor és a Szabolcsi megyeszékhely közötti szakaszán ugyanis május óta pályafelújítás zajlott, ez idő alatt pedig pótlóbuszok jártak. A munka szerdán befejeződött, így a vonalon visszaállt az alapmenetrend. Az utasoknak nem kell már buszozniuk, a vonatok pedig akár ismét 120 km/h közlekedhetnek, miután megszűntek a korábban elrendelt sebességkorlátozások. A rekonstrukcióra már régóta nagy szükség volt. Ez a vonalszakasz rendkívüli módon kihasznált, mind a személyszállítás, mind pedig a teherszállítás kapcsán. Azért évről évre egyre jobban romlik az állaga, nagyon-nagyon elhasználódik. Úgyhogy most már ez a második alkalom, hogy 1 milliárd forint feletti összeget kellett rászállni arra, hogy megszüntessük az elhasználódottságból adódó sebességkorlátozásokat, illetve a továbbiakat megszüntessük. Ezek a munkálatok májusban indultak, ütemterv szerint haladtak, és be fogják tudni fejezni a szakemberek. Mint arról már korábban beszámoltunk, felújítják a Nyugati pályaudvart és a környékén lévő pályaszakaszt is. Itt azóta annyi változás történt, hogy a Nyíregyháza felül érkező intercityk már a nyugatiig közlekednek. A tervek szerint a munkálatok augusztus végéig tarthatnak, utána a többi vonat is végig jár majd. Ezen felül még Hazonatház és Újfehértó állomások között augusztus 30-áig pályakarbantartási munkákat végeznek a szakemberek, és ezért egyes vonatok, nem mindegyik, de bizonyos vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Ugye, ha Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony felől megyünk Budapestre vagy visszafelé, nagyon fontos, hogy előzetesen tájékozódjunk, nem megszokásból induljunk el például a MÁV applikáció segítségével. A MÁV-nál egyébként augusztus 1-én 10 vonalon áll vissza a korábbi menetrend, ezek egyike a Debrecen és Tiszalök közötti. Mint a szóvívő hozzátette, az utas igényekhez igazodva, utána is több menetrendváltozás jöhet.